Szeretetteljes nevelés a Táncsics 17-es számú óvodában, Jézus élete rajzpályázat, Kárpát-medence legjobb rajzolói közé választották a refiseket, ápolási díj. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 8-án 18 óra 5 perckor. A 1900-as évek elején épült műemlék jellegű, impozáns épülete városunk központjában helyezkedik el. A következő híranyagunkban betekintést láthatnak a Táncsics 17-es számú óvodába zajló szakmai munkába. Szeretetteljes, érzelemgazdag, családias légkörben biztonságérzetet kialakítva fejlesztik a gyermekek teljes személyiségét. A vegyes életkorú csoportok szervezésével azt az igényüket is ki tudjuk elégíteni a szülőknek, hogy a testvérpárok, rokonok, barátok egy csoportba kerüljenek. A hosszú téli szünet után a gyerekeknek már nagyon hiányoztak a kisfajtások, és nagy örömmel érkeztek januárban, az új évben az óvodában. Természetesen a kisebbektől ugye volt néhány pityergés is, de ez egy-két napig tartott, úgyhogy újra birtokba vették a gyerekek a csoportszobáinkat. Nagyon-nagyon nagy örömmel jönnek már nap mint nap. Elkezdődtek az iskolára való felkészítések a nagycsoportosoknál még fokozottabban. Természetesen ugye egész évben foglalkozunk a gyerekekkel, de most ugye most már még célirányosabban a képességfejlesztéseket elkezdtük, illetve a kéthetes projektjeink, ugye, amik egész év során folyamatosan megvalósulnak. Most éppen az új év kezdetének témája kapcsán az évkört ismerik meg a gyermekek, az idővel foglalkozunk, az órával, és nagyon-nagyon sok ismeretük van már a gyerekeknek, nagyon élvezik ezeket a tevékenységeket, minden témát ugye változatos, játékos tevékenységeken keresztül ismertetünk meg a gyerekekkel, és ebbe csempészünk bele, differenciálva a korcsoportoknak megfelelő fejlesztéseket is. Igen, hiszen itt azért vegyes csoportok vannak, láthattuk mi is, hogy vannak még, akik éppen most kezdték, meg vannak tényleg nagyobbak is, de én azt látom, hogy nagyon segítik a kicsiket a nagyobbak. Igen, a vegyes csoportnak egyik előnye, nagy előnye, hogy a kisebbeknek a szocializációs folyamat könnyebb, hiszen a nagyobb gyerekek által sok segítséget kapnak, támogatást, odafigyelést, sokat tudnak tanulni a nagyobbaktól. Hát az meg még szerencsésebb helyzet, ha nagyobb testvér, ismerős, barát vagy szomszéd van a csoportban a kicsikkel. És hát gondolom, hogy azért nem olyan nagyszabásúak lesznek majd a kis farsangi mulatságok, hanem csak csoportszintűek, de azért fontos, hogy ezeket a szokásokat megtanulják, meggyakorolják is. Igen, természetesen minden rendezvényünket ugyanúgy megvalósítottunk, és meg is fogunk valósítani ebben a nevelési évben. A szülők részvétele nélkül, hiszen ugye a járványügyi helyzet miatt nagyon fontos, hogy védjük és óvjuk a gyerekeket, illetve az óvoda dolgozóit és a családokat. Igyekszünk minden rendezvényünket élményszerűen a gyerekeknek megvalósítani, és mindezekről a szülőket tájékoztatjuk. Minden csoportnak van egy belső Facebook oldala, és ezeken fotók, videófelvételeken keresztül a szülők bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe. Tulajdonképpen részesei a gyermeküknek a mindennapjainak is. Így van, természetesen. Helyi nevelési programjuk a Lépésről Lépésre óvodafejlesztő program adaptációja. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbségeket toleráló légkörben, megfelelő korlátok mellett biztosítják, hogy minden gyermek a saját ütemében fejlődhessen. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola is részt vett a budapesti Szenci Molnár Albert Református Általános Iskola Jézus élete 6. Kárpát-medencei rajzversenyén, melyet a református iskolákban tanuló alsós és felsős diákok részére írtak ki. A versenyre összesen 63 iskola 657 alkotást küldött be.
A refis pályázók közül 5 munkát beválogattak a legjobbak közé. A részletekről Turterebesiné Gál Tünde tanárnőt kérdeztük. A budapesti Szent Simolnár Albert általános iskola rajzpályázatán vettünk részt, a Református Pedagógiai Intézet által meghirdetett pályázaton, ahol nagy örömmel 5 tanulónknak kiállításra minősült a kis alkotása. Ez az iskola alkotása, ez kiállításra minősült 657 tanuló alkotásán belül. Ez egy kárpát-medencei rajzpályázat volt. Erdélyi és felvidéki diákok is jelentkezhettek ide. Jézus életéről készítettünk kis rajzokat. A kisebbek ceruza rajzzal, a nagyobbak már pasztelkrétával és vízfestékkel is próbálkozhattak. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a hittanórán is úgy mélyítsük el Jézus életét, hogy a gyermekekhez testközeli legyen. És úgy gondolom, hogy fontos, hogy azok által, hogy együtt énekelünk a kicsikkel, vagy azok által, hogy együtt rajzolunk, még jobban megértik a történeteket. Több időt tudunk rászánni, és fontosabb, mélyebb dolgokba belelátnak, és esetleg kérdeznek is olyan dolgokat, amiket nem kérdeznének meg akkor, hogyha ezt nem kellene lerajzolni. Már mi tavaly is küldtünk be alkotásokat, és tavaly is válogattak be diákunkat nagy örömmel, és úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek is egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy jövőben is próbálkozhatunk. A beküldött rajzokat képzőművész és művésztanárokból álló zsűri értékelte, és évfolyamok szerint megállapította a díjakat és a kiállításra kerülő pályaműveket. Most a téma Jézus élete volt, de Jézus életén belül is több történet volt megadva. Amikor Jézushoz ellátogatnak a pásztorok, amikor az angyal megjelenik, amikor csodákat tesz, és amikor a tanítványaival együtt van, úgyhogy minden korosztálynak megvolt a saját kis témája. Az ünnepélyes díjkiosztóra és a kiállítás megnyitójára a Szent Simolnár Albert Református Általános Iskolában került sor. A díjkiosztó várható ideje 2021. március közepe. A karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5 diákja: Pengő Norina, első B osztályos tanuló, Balog Norina, második A osztályos tanuló, Szabó Norbert, második A osztályos tanuló, Szopkó Lara, ötödik A osztályos tanuló, és Németh Kamilla, hatodik B osztályos tanuló rajzát kiállítják. Mint az előbbi híradásunkban beszámoltunk róla, hogy 63 iskola 657 alkotását küldték be a rajzpályázatra. A refis pályázók közül 5 munkát beválogattak a legjobbak közé. A karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5 diákja, Pengő Norina első B, Balog Norina második A, Szabó Norbert második A, Szopkó Lara ötödik A és Németh Kamilla hatodik B-s rajzát állítják ki. Pengő Norina, a karcagi Nagykun Református Általános Iskola első B osztályosa is részt vett a budapesti Szent Simolnár Albert Református Általános Iskola Jézus élete 6. Kárpát-medencei rajzversenyén, melyet a református iskolákban tanuló alsós és felsős diákok részére írtak ki. Én nagyon szépet rajzoltam, és nagyon szépnek találták. És mit ábrázolt ez a rajz? Hát volt rajta nagyon sok bari, meg volt rajta egy szép angyal, meg voltak csillagok, meg volt egy pásztor, meg egy cica. És ezt úgy, ahogy a hitoktató néni elmondta, ez alapján elképzelted ezt a jelenetet, és úgy rajzoltad meg? Igen, úgy csináltam meg. És szeretsz egyébként rajzolni? Nagyon. Majdnem minden nap. Aha, és mi a kedvenc motivum vagy témád? A cica. Nagyon sok cicát szoktam rajzolni. És mondjuk, amikor a Jézus életéről tanultatok, akkor odafigyeltél, és elképzelted, hogy milyen lehetett ez a jelenet? Persze. Úgy volt. Mindig. Minden. És most mit szólsz ahhoz, hogy beválogatták a rajzodat? Hát, nagyon örülök neki. És mindig ilyen szépen rajzoltam.
Jött az angyal elmondani a nagy hírt, hogy kis Jézus megszületett. Árulta el rajzáról a másodikos kislány, aki a hittanórán tanultak alapján képzelte el a jelenetet. Én azt rajzoltam, mikor jött az angyal elmondani a nagy hírt, hogy a kis Jézus megszületett. És mi minden volt ezen a rajzon? Hát volt egy bárány, volt egy angyal és két pásztor. És akkor elképzelted, vagy segített ebben a hitoktató néni, tanító néni, hogy megbeszéltétek, vagy ez a te fantáziádban indult el, hogy ez így történhetett ez a jelenet? Elképzeltem és úgy lerajzoltam. És előtte mondjuk láttál már ehhez hasonlót, festményt, filmet, és ahhoz hasonlítod, vagy ez teljesen a te elképzelésed volt? Teljesen elképzeltem. Szeretsz rajzolni? Igen, nagyon szeretek. És mit szoktál? Hát, sok mindent szoktam. Például? Virágokat. És milyen technikával? Hát, csak úgy kitalálom, hogy melyiket rajzoljam le, és lerajzolom. És akkor színes ceruzával? Igen. És mit szólsz ahhoz, hogy bekerült a rajzod? Nagyon örültem neki. Jött egy angyal, elviszi a nagy hírt a pásztoroknak, hogy megszületett a kis Jézus. Erről szólt a rajzom, mondta a diák, aki a hittanórán látott rajzot, gondolta tovább. Egy olyat rajzoltam, amin egy angyal elviszi a nagy hírt a pásztoroknak, hogy megszületett a kis Jézus. És mi minden volt még a rajzon? Volt egy bárány, egy pásztor és egy angyal, és úgy ennyi. És akkor ezt elképzelted az alapján, ahogy hittanórán tanultatok, vagy utána néztél? Hát tanítónéni mutatott egy képet, és én arról gondoltam, de nem pont ugyanolyan lett, jóval másabb, de hasonlít rá. Tehát akkor az alapok azok megvoltak, és akkor a fantáziádat elindítottad egy kicsit. Szeretsz egyébként rajzolni? Igen, szeretek. És mi a kedvenc témád? Hát az ilyen gépek, mint az autó, a repülő, meg minden ilyesmi. És milyen technikával dolgozol? Színes ceruzával. Mi volt a legnagyobb rajz, amit elkészítettél már? Hát azt nagyon nem tudom, mert sokat készítettem már. Ezek szerint nincs is kedvenc, mindegyik kedvenc. Igen. És mit szóltál otthon a szüleid, mit szóltak, amikor te elmondtad, hogy beválogatták a rajzodat, meg te is örültél neki, gondolom? Hát igen, örültem neki, ők is nagyon örültek, és én meglepődtem. Lázár feltámadását rajzoltam, mert ezt tudtam nagyon jól elképzelni, és jól megvoltak az elemek a fejemben, árulta el a diák, aki hittanórán ezt a jelenetet rajzolta le. Én Lázár feltámadását rajzoltam. És miért pont ezt a jelenetet? Hát nem tudom, úgy nagyon jól el tudtam képzelni, és úgy jól megvoltak hozzá az elemek így a fejemben. Mik voltak ezek az elemek, amelyek a rajzra kerültek? Jézus, Mária, Márta, Lázár, voltak a háttérben hegyek. Tehát akkor ezek szerint hittanórán ezt úgy jól elmagyarázták neked ezt a történetet, és akkor ezt rajzoltad le? Igen. Szoktál rajzolni? Nagyon sokat, nagyon szeretek rajzolni. És mit? Mindent. Uh-huh. És amikor megtudtad, hogy bekerült a rajzod a legjobbak közé, mit szóltál? Nagyon örültem neki, és meglepődtem. De hát gondolom, hogy te már nem csak színes ceruzával rajzolsz. Nem, pasztelkrétával, zsírkrétával, az is nagyon sok védelemben rajzolok. És mi a terved a rajzol? Tehát esetleg valami ilyen vonalra készülsz, vagy inkább ez csak hobbi? Ez csak hobbi. Ez csak hobbi, mert nagyon szeretek, és amikor van szabad időm, akkor nagyon sokat rajzolok. És mondjuk anyáiknak névnapra ajándékba szoktál rajzolni, vagy inkább ez csak egy ilyen keftelés? Mindkettő. Névnapokra, szülinapokra, sok mindenkinek szoktam. És akkor olyankor annak, akinek készül, annak egy ilyen személyes rajz? Hát ez attól függ egyébként. Van, amikor állatot, van, amikor valami kis mintás, kis nem is tudom micsodát, sok mindent, nagyon sokat. Mint megtudtuk, hittanórán készült a kiállításra, beválogatott rajza, de máskor is szívesen rajzol. Én a Csodálatos halfogás című történetet rajzoltam. Mondjuk el, hogy ez miről szól, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja.
hogy Jézus a tanítványaival kimegy halat fogni, és nem sikerül nekik, de Jézus csodát tett, és olyan sok halat fogtak ki, és nagyon csodálkoztak rajta. Tehát akkor ez picit ez indította meg a fantáziádat ezek szerint. Mi minden volt a rajzodon? Ugye Jézus, a sok hal és a tanítványai. És milyen technikával készült? Ceruzával. És egyébként szeretsz rajzolni? Igen, nagyon szeretek. Kedvenc témád? Nincsen olyan. Tehát mondjuk egy kocsitól kezdve bármi jöhet? Igen. És szoktál mondjuk esetleg csak úgy rajzolni, hogy leülsz, és akkor amilyen kedved van, akkor mit rajzolsz? Igazából nagyon sok mindent szoktam rajzolni, bármilyen kedvem van. Bibliából rajzoltál már máskor is? Igen, tavaly is rajzoltam. És akkor mit? Akkor... Mit szóltál ahhoz, hogy bekerültél a legjobbak közé? Én nem gondoltam volna, hogy bekerülök. Jász Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal, Karcagi járási hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint tájékoztatja önöket. A Jász Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal, Karcagi járási hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint tájékoztatja önöket. Az ápolási díj összegének emelkedése. Az ápolási díj alapösszege 2021. január 1-től 39.365 forintról 41.335 forintra emelkedik, így az ápolási díj bruttó összegei. Az alapösszeg bruttó 41.335 forint, nettó 37.205 forint emelt összegű ápolási díj, bruttó 62.005 forint, nettó 55.805 forint kiemelt ápolási díj, bruttó 74.405 forint, nettó 66.965 forint. Első alkalommal a 2021. január hónapra járó ápolási díjat kell magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj összege kizárólag a törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése miatt változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes összeg illeti meg. Gyermekek otthongondozási díjának, azaz a gyodnak az emelkedése. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a gyermekek otthongondozási díjának 2021. január 1. napjától a bruttó összegei egy gyermekre tekintettel kapott gyod esetén bruttó 123.910 forintról bruttó 141.680 forintra, azaz nettó 127.515 forintra emelkedett az összeg. Kettő vagy több gyermekre tekintettel kapott gyod esetén bruttó 185.865 forintról bruttó 212.520 forintra, azaz nettó 191.270 forintra emelkedett az összeg, áll a televíziónkhoz eljuttatott közleményben. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!